Két magyar megy a sivatagban. Az egyik nem adózik, a másik meg panaszkodik, hogy szarok az utak. Csillagvillanás. Csillagvillanás, bazd meg. Főnix pillanata a magyar lélek újjászületésének. Ups, Tindermatch. Olyan hős valóság, olyan csillagvillanás. Összekenhetnéd a testem csokival, te pedig lenyalhatnál. Norbi, Norbi, tegyél így, jó? Mindig ezt akartad csinálni, nem? Nem. Én csak írni akarok. Regényt, zenét, rap szövegeket. Ja, és te? Én mindig is zsarnok pénzhajász akartam lenni. Viszont a vérvonalat beleírtad már? Tudod, Árpád miatt nem maradhat ki. Mondtad, szóljak bele, ha bonyolódnék. Ezt szépen mondtad, bele, ha bonyolódnék. Egyre jobb leszel. Nem szívunk le egy cidit? Shoot the fuck up! Na, papa, szóval valami nem stimmel ezzel a vérvonallal. Parancsolj, kérlek, tessék, mondjad. Itt az van, hogy jobb egy felszabadítás, meg közteherviselés, meg felelős kormány, meg akkor szálltok fel a királyokat. Ez szent hentes fia írta, és alapos oka volt rá. Szóval az az ötletem a vérvonallal, hogy beleteszem az egyik mondatba. Úgy mondjuk kakuk tojásnak. Úgy meg lehet nyomni az elején. Vérvonal, cél, értelem, mérce. Szép. És kibaszottul költői és pontos is. Köszönöm. Hát kelleni fog még egy zsinórmérték, meg egy vezércsillag. Páros. Kezd ezt a fejemre lőni. Shoot the fuck up! Milyen érzés Magyarország első cigány miniszterelnökének lenni? Maga szerint ez vicces? Shoot the fuck up! Hallottál valami új hírt? Csak az aktualitások véget. Heller Ágnes. Tiltakozást szervez a Facebookon, mert kivették a medzót a digi csomagjából. A tetves román multi kurva anyukat! Mi a neve az oldalnak? Mi lenne 1 millió a Heller Ágnes medzójáért? Mennyien vannak? Pár tízezren. Kelet felől nyugat felé haladnak. Azt mondják. Igen, akkor így? Akkor én meg beleírom a szöveg, hogy Ruszkit haza! Gyertek be hátul! Hátul! Van egy bejárat! Shoot the fuck up! Yeah. Ha volt a magyar történelemben szakrális lépcső, akkor ez az. Néha már olyat írok, hogy még én se tudnám szebben elmondani. Belegondoltál már abba, hogy én, te, mi történelmet írunk minden nap. Leírok erre a szaros papírra valamit, és holnap százezrek bólogatnak rá. Most olyan mesét kell írnunk, amitől évekig elalszanak. Szép, de a múltkor benne hagytam egy elütést, és azt is felolvasta. Az a te hibád volt, mit pekengsz mindig, hm? Itt évekig nem lehet változás, és ez rajtunk múlik, meg ezen a kurva szövegen. Holnap ez élőben megy, és nem leszünk kész. Norbi, tudod mit? Leszorom ezt a szaros szöveget. Az összes végtelenül egyszerű és áttetsző ácsolatával, meg a kiabaltatatlan darászfések zsongása, mi a faszom ez, meg dédapályi kollektív intelligenciája, azt meg külön leszorom. Te akarsz lenni a következő Molnár Péter Dénes? Hm? Elhagyod a csónakot a tengerén? Hogy téged is kivásároltak? Simíts is a köcsön. Egy széles telefon. Egy széles autó. Egy széles Magyarország. Egy széles telefon. Egy széles autó. Egy széles Magyarország. Egy széles telefon. Egy széles autó. Egy széles Magyarország. Ennyiért? Köszönjük szépen! Ez volt a Ropi Sitcom Pilot adása, melyben Dénes és Norbi arról képzelget, hogy ők Orbán szövegírói a következő részben szintet lépnek és kipróbálják magukat Putyin táskaordóiként. Cause shoot the fuck up! Yeah. Get the fuck up.